Szeretettel köszöntök mindenkit, Vásárhelyi Virág vagyok, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkatársa, és a támogató videó sorozatunk utolsó részével jelentkezem, amely már a bemutatóval foglalkozik, a projekt záró momentumával. A tanulói eredmények bemutatásának lehetséges módjai címet kapta az előadás. Első lépésként egy záró mozzanatként is szeretném, ha rátekintenénk a projekt folyamatra, annak szakaszaira. Az előző 9 támogató videó során igyekeztem ezeket a szakaszokat részletesen is átvenni. Tehát a projekt szakasz első lépéseként a ráhangolás kapcsán beszéltünk az alapkérdésről, a problémafelvetésről, a kutatás kapcsán a kutatási szakasz szervezéséről, a csoportmunkáról, a differenciálásról. Az alkotás kapcsán szóba került az, hogy milyen produktumokat érdemes tervezni, és hogyan illeszkedik ez az egyéni sajátosságokhoz a tanulók fejlesztése során, és most akkor záró lépésként a bemutatóhoz érkeztünk, amely tulajdonképpen egy ünnep, hiszen amennyiben a hagyományos jelenléti munkarendben vagyunk, akkor is, de a digitális munkarendben is lehetőséget ad arra, hogy egy közösségi élményt éljünk meg, nyilván korlátokkal, amennyiben csak online tudunk találkozni. Visszajelzést adjunk a tanulóknak és a tanulók egymásnak a folyamatról, a tanulási folyamatról, és egyben, ha végig gondoljuk azt, hogy a bemutató során a produktumok megmutatásakor tulajdonképpen minden olyan készségre szükségük lesz, amely eddig is ugyan szerepet kapott, de talán kevésbé komplex módon. Itt végül az önmaguk megmutatása révén a 21. századi készségek, a kreativitás, a kommunikáció, felelősségvállalás, a reflektív gondolkodásuk, az önértékelésük, és végül így aztán a motivációjuk is tulajdonképpen sokat fejlődhet, hiszen egy olyan lehetőséget adunk számukra, ahol mások előtt mutathatják meg azt, hogy mit tudnak, hova jutottak el, milyen eredményeket produkáltak. A projekt bemutatónak a szereplői igen széles körűek lehetnek, hiszen megnyithatjuk az egész iskola felé, a diáktársak felé, a tanárok felé, de bevonhatók, sőt, kifejezetten javasolt a szülők meghívása is, és a produktumok elérhetővé tétele számukra is. Továbbá, amennyiben a projektben lehetőséget adtunk arra, hogy külső szakértőkkel együtt dolgozzanak a diákok, akkor őket a bemutatóra is érdemes elhívni. Nagyon fontos szempont az, hogy a projekt folyamat és a produktumok bemutatása egy keretbe helyezhető, amely még izgalmasabbá teheti a bemutatót. Ez attól is függ, hogy mi volt a témája a projektnek, vagy milyen produktumok születtek. Lehet ez például akár egy filmfesztivál is, hogyha videókat készítettek. Tulajdonképpen a bemutató egy projekt a projektben, hiszen a diákoknak itt a szervezőkészsége, a feladatvállalása megint csak egy komoly kihívás elé állítja a diákokat, hiszen nagyon sok feladatot kell és tevékenységet elvégezni ahhoz, hogy egy ilyen projekt bemutató összeálljon, kezdve például, ha a filmfesztivál példájánál maradunk, a reklámok elkészítését, a konferálást, a háttérmunkát, vagy akár a díjak tervezését, hogyha erre is sor kerül a bemutatón. Tehát mivel ez egy előkészítést igénylő folyamat, érdemes már a projekt tervezésekor erre időt szánni, a keretbe beletenni. Illetve fontos szempont az is, hogy nem feltétlenül kell ennek a produktumnak, nyilván ez a nem digitális munkarend esetén igaz, digitálisnak lennie, lehet ez egy színdarab is, amelyet bemutatunk, de nagyon fontos, hogy digitalizálni tudjuk, amennyiben pedig maga a projekt az online távtanulás során valósult meg, akkor természetesen ez már eleve egy digitális produktum lesz. Mindemellett nagyon fontos, hogy mindig szem előtt tartsuk azt a projekt bemutatók során is, hogy
az utókor számára, hogy megtekinthető, hogy fenntartható, hogy emlék maradjon ez a produktum, őrizze a munkafolyamat emlékét. Fontos szempont a publikálás során a tudatos és biztonságos média használat szempontjainak figyelembevétele. Nézzünk akkor néhány digitális eszközt, megtartva ezt a keretajánlatot és ezt az ünnepi közösségi élményt tovább véve. Virtuális túrát szervezhetünk akár, hogyha nincs lehetőségünk arra, hogy jelenléti projektbemutatót szervezzünk. Például a Google Earth segítségével lehet egy virtuális kiállítás is, amit szervezünk. Erre nagyon jó példa lehet a Metaverse-nek az alkalmazása. Lehet ez egy rádióadás vagy egy podcast sorozat az Anchor segítségével, de szervezhetünk egy filmfesztivált is, amelynek a filmjeit akár egy SZV interaktív prezentációban is bemutathatjuk, vagy akár egy szabadulószoba is összegezheti a tanulók eredményeit, amelyhez a Genially is kiváló lehetőséget teremt. Az itt felsorolt alkalmazások szinte mindegyikéhez készült támogató webináriumunk, amelyek a Digitális Témahét 2020 keretében valósultak meg, és a YouTube csatornánkon mai napig elérhetőek. Amennyiben online tudunk csak projektbemutatót tartani, egy lehetőség lehet a videokonferencia alkalmazások használata, mint a WebEx, vagy a Microsoft Teams, vagy mármilyen más erre lehetőséget adó alkalmazás. Illetve választhatunk egy egyszerűbb útvonalat is, lehet ez egy olyan projekt, online projektfal, amelyen minden a tanulók által készített produktumot megjeleníthetünk. Ilyen például a Lino, vagy a Véglet, vagy bármilyen blog létrehozására alkalmas alkalmazás. Engedjék meg, hogy zárásképpen megmutassam a Digitális Témahét 2020 Padlet falát, ahol tulajdonképpen az idei év összes projektjének a leírása és beszámolója megtekinthető, és ezzel kívánjak az utolsó néhány napban kellemes felkészülést a Digitális Témahét 2020 pályázatára, és gratuláljak az eddigi munkájukhoz, nem csak a digitális munkarend, hanem az egész éves munkájukért. Köszönöm a figyelmet, és zárásképp egy utolsó filmajánlatot szeretnék még önökkel megosztani. Ha felkeltette az érdeklődésüket ez a videós sorozat, akkor az előző 9 rész már elérhető a honlapunkon, illetve van egy plusz egy videónk, amelynek a címe a technológia nem cél, hanem eszköz. Egy nagyon izgalmas összefoglalója annak, hogy hogyan érdemes a digitális pedagógiáról gondolkodnunk. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!